Sziasztok, én Andi, aki és ez itt a FIFA 15 következő része. Tudom, nagyon régen volt videó, de hát ugye mondtam, hogy nagyon kirédzseltem a játékon, és meg akartam volna várni az új csapatot, stb. Szóval igen, hogyha gyorsan is megbízhatom, azt szeretném esetet rendelni, akkor látogassatok el a képernyőn találtuk weboldalra, és használjátok 5% kedvezményére a gondakódot. Szóval, ugye Benzema lekerült úgymond elefbe, majd serepados lesz, mint Szalai. És igen, vele átok kerülni ide elefbe, és visszavásárolom Bélt, mert néztem róla videókat, meg minden vele elsőre nem ment, de hát nem tudom, Neymart is visszavásároltam, vele most jobban ment. Szóval igen, megnézzük, videón kívül játszottam 2 meccset a negyedik osztályban, ugye minden kezdett nehéz, 2 meccs volt ugye egyiken, kikaptam, másodikon meg egy kénykeserves X-et összehoztunk. Szóval igen, minden kezdett nehéz ugye, nehéz átszokni az egyik osztályból a másikra, de nem baj, gyerünk, meg kell lennie most ennek a meccsnek. Na itt is van az ellenfelem csapata, nem akarom ezt az OP ezüst tímet, Agbon Lahorral, Valenciával, Tovzennel, Kujatéval, Kleinnal, vagy kivel, Ponti Milan kapuba, Okore, stb. De Jézus Mária, OP Team Forever. Szép, ott megy Griezmann. Mir hintete szemét? Tips Mix szűrték! Tips Mix! Nem tudjuk belőni egyszerűen, nem tudjuk belőni, mert 99-es futása van, 98-es lövése. Szóval, és miért tudnánk belülni ilyen emberekkel? Hát tényleg, mert miért lehetne, mert Griezmann annyira jó, ugye, mint mondtátok. Hogy rakjuk be, mert Benzema helyett jobb, hát jó. Mi van, ennyi a félidő gyerekek, hát eléggé eseménytelen első félidő volt. 2 normális kapura lövésünk, tán ha volt, neki még egy se volt, tehát... nem tudom, bazdmeg. Labdát vezetni se tud jól, egyszerűen nem tud áttörni a védelmén. Én néha át tudok, de attól függetlenül nem jó. Nem jó ez így. Nem érzem annyira jónak ezt a tímet, mint az előző. Nem tudom, mert nagy fejlesztések, az még szarabb a csapat szerintem. Tehát nem tudom, annyira nem érzem velük, hogy jó lenne. Griezmann, el se találjuk a kaput, mert 99-es mindenünk, meg a lövésünk is 98-as, labdavezetés 99 pace, 99, de kaput, ez valami luxus. Mi van, és még szabálytalankodás is, ez jó van. Griezmann, léci, kapufa, hát hogyne, Griezmannnel vagy 80 kapufát, ha lőttem volna, kb. Nem tudom, max 10 gólt lőttem vele, és vagy 30 kapufa, de esküszöm csinálok egy kapufa montást. Griezmann, csak Griezmann kapufáiból, mert egyszerűen nem lehet vele normálisan kapura lőni, mert vagy kapufa, vagy belerúgja a kapusba, vagy nem találja el még a kapussal. Vela, Ponti Milan fogja Griezmann, na, köszi. Meccs után tudja adom ezt a Griezmann gyereket, ez nagyon raki. Amúgy én most jövök rá, hogy magyar gyerekkel ne játszok. Ja, jó van, mert ilyen Matyika egyet írtam, mondom, jó. Sajnos nem esett le, és most nézem még a címere is magyar, tehát... ja. Szóval ja, első kapura lövésed volt meccsen. Ha nézzel, akkor szia. Reméljük megverlek. Vagy hát, na, Griezmann eltalálja a kaput, és akkor talán. Vela. Nem, ez már nekem nem, mert inkább B-csapatozunk Gyugyákkal, az legalább eltalálja a kaput. Üres kaput biztos, hogy nem, mert ő tudja, hogy üres kapura nem illik, de attól függetlenül 50 meccs, nem, már 60 meccs, 90 valahány gól. Tehát ő az az ember, aki azt mondom, hogy megbízható ember, főleg ilyen emberekkel szemben, tehát wow. Ennyi a vége. Hát ilyen szarul még nem játszottam, gyerekek. Wow. És ilyen sincs sokszor a FIFA-ba, hogy eseménytelen szar 0-0. Ilyen tímmel. Mátéka FC. Hát jó van, gyerek, akkor játszunk még egy meccset, de akkor biztos nem ezzel a csapata. Na hát akkor itt is lenne az ellenfelem csapata. Sürle, Van Persie, Rémi, Falcao, McGeady, Gerrard.
Walker Kosciani. Ki van a kapujában, azt nem láttam. Hart. Jó van. Ne! Nem mondod! Nem mondod, hogy ilyen gólokat kell kapni, amikor amúgy is szarul játszok most, nem tudom, tegnap is szarul játszottam, ma is egyszerűen nem tudok átölni senkinek se a védelmén, sehogy se. És akkor ilyen gólokat kell kapni, de tegnap is ilyen gólokat kaptam, miért izélnék, hogy visszapattan hozzá, kipattanóból, mellé rúgja, összefejelnek a védői, meg a kapusom, hároman összefejelnek és valahogy begurul. Miért ilyen szar az Ultimate Team mostanság, gyerekek? Azt mondom, hogy nem foglalkozok ezzel a játékkal. Utolsó rész ebből az Ultimate Team sorozatban. Én azt mondom, nagyon elgondolkozok, hogy legyen egyáltalán folytató vagy valami. Mert ez így játszatatlan, élvezhetetlen, fos. Akármilyen csapata van az embernek, így játszik. Oly mindegy, bazd meg, kijöttek a totik is, azért mindenkinek len van az ára a semmibe. A dzsuzsák természetesen belerúgja a kapusba, mert mi, ne? Az itt a üres kapu. Mindenkinek len van az ára a totiba is. Ez szar. Három. Köszi. Jó, hát leszarom már. Na jó gyerekek, inkább hagytam azt a meccset. Most minek nézzétek vége, ahogy szerencsétlenkedek. 3-0 lett a vége, de ez valami nagyon szar. Foshúd szar, geci fasság lett, nem tudom. Én nagyon elgondolkozok, hogy legyen egyáltalán folytatva ez a sorozat, mert szerintem nem lesz folytatva, inkább akkor lesz egy dzsuzsák team, vagy valami. Mert ez inkább beladom Griezmannt is most a faszomba gyors eladásba, leszarom. Nem adom el inkább gyors eladásban, mert megbecsülöm a zsetont, de attól függetlenül megy ki a piacra. Eladom a szarba, hogyha tényleg nektek kell, 100 000-ért odaadom bármennyiért. De most tényleg, nem tudom, ez 100k-s pakok is, bármit nyit szar az egész. Nem tudom, én nem szeretném folytatni ezt a sorozatot, gyerekek. Nem, mert voltak ilyen kilengéseim, hogy hagyjuk inkább ezt a sorozatot, vagy valami, de eddig ez a legnagyobb, mert eddig mindig azt mondtam, jó, akkor folytatjuk, meg ekkor folytatjuk, meg akkor folytatjuk. De hát nem tudom. Én nagyon nem szeretném folytatni ezt a sorozatot, gyerekek, lehet ez majd a későbbiekben változni fog, de akkor vagy nagyon nagy szünet lesz Ultimate Team-be. Majd nem tudom, attól függetlenül lesznek ugyanúgy squad builderek, pack openingek, Phoenix Leap sorozatot is szeretnék majd kezdeni veletek. Esetleg dzsuzsák team, ugye, majd összerakom, és akkor majd talán következő videó már az is ilyen dzsuzsák team 0. rész. Márról megszavaztátok, hogy legyen. Szerintem 19 like van azon, hogy legyen is 0 like, hogy ne legyen, szóval. Ja. Ezt az online idényt meg hagyjuk a picsába, szerintem. Na jó, hát akkor ennyi lettem volna mára. Nem hiszem, hogy folytatjuk. Én gondoltam. Sziasztok.